Istentisztelettel egybekötött megemlékezést tartottak Tisza Bercelen, Besenyei Györgyről, valamint a magyar felvilágosodás kezdetét jelentő Ágis tragédiája című irodalmi alkotás születéséről. Advent második vasárnapján a település ifjúsági kereszténydemokrata szövetsége meghívására a politika és a tudományos élet közegéből is érkeztek előadók. A Tisza Berceli X nem egy régi csoport, nem régiben alapult, és rögtön aktívak a fiatalok, a közösségekért dolgoznak. És mi azt látjuk, hogy pont most ilyen nehéz, válságos időkben a közösség és a kultúra az egy megtartó erő. Gondozni kell a hagyományainkat, ápolni kell az örökségünket. Besenyei Györgyi Tisza Bercelen egy nagy örökség, egy olyan író, egy olyan felvilágosodáskori ember, akire méltán lehetünk büszkék, a magyar történelembe beírta magát, és a magyar irodalom történet egy fontos alakja. Gál Sándor esperes azt mondta, Besenyei Györgynek a református egyházhoz való kötődése egyfajta szellemi bölcsőt jelentett az író számára. Ugye 1772-ben jelenik meg ezen alapon az Ágis tragédiája, amely irodalomtörténeti szempontból és a felvilágosodás kezdete megjelölésének a szempontjából jelentős. Elvitathatatlan az, hogy itt született, nyilvánvalóan egy település mindig büszke azokra a szülötteire, akik a társadalomban, kultúrában nagyot alkottak, és hát református gyökerekkel indul Besenyei György, hiszen itt születik, itt nevelkedik kisgyermekkorának egy bizonyos szakaszáig, aztán itt a közeli Sárospataki Református Kollégiumban alapozza meg az ismereteit. Nyilvánvalóan ennek a kibővülése egy későbbi időszakra már a bécsi udvarban töltött, de még mindig református funkcióban töltött küldetéséhez kapcsolható. Ezért azt gondolom, hogy a református egyház, mint bölcső, szellemi bölcső feltétlenül meghatározta Besenyei Györgynek az életét. Vinnai Győző beszédében kiemelte, hogy a filozófiailag is művelt Besenyeiről egy vallásos és hazafias gondolkodó képet őriz a történelem, aki számára a magyar nyelvügye és a polgári fejlődés egyaránt fontos volt. Az a nagysága szerintem, hogy azon gondolkodott, innen eljutva Magyarország keleti részéből Bécsbe, hogy hogyan lehetne fölemelni a nemzetet. Emeld nemzeted, ez volt a jelszava. Voltaire-t olvasott, Mirabeau-t olvasott, természetesen hatottak rá a felvilágosodás eszméi, és nagyon sokat merített belőlük, és én úgy látom, hogy az egyházak is, bár a felvilágosodás egy államot akart létrehozni, egy polgári államot, és egyházellenes volt, de itt Tisza Bercelen az egyházi közösségek, világi közösségek közösen ünnepelnek, közösen ünnepeljük meg ezt a 250 éves nagy évfordulót, mondhatni, hogy azóta 8-9 nemzedék nőtt föl, mert én úgy érzem, hogy akkor Magyarországon a 18. század végén két fontos dolog volt. Nem volt háború már a török kiűzés és a Rákóczi szabadságharc után, volt már egy több nemzedéknyi békeidő, ahol békésen lehetett termelni, tehát újjáépítették az országot, és a polgárosodás is elindult, és ennek egy kiemelkedő alakja Besenyei György, akire méltán büszke Tisza Bercel. Fazakas Gergely irodalomtörténész beszédében hangsúlyozta, míg Nyugat-Európában a felvilágosodásnak nevezett kulturális korszak általában az egyházzal való szembefordulást is jelentette, Magyarországon nem járt együtt a keresztény értékek és a hitélet tagadásával. Jó példa erre Besenyei György is, akinek emlékét Tisza Bercelen példamutatóan őrzik. Az, hogy az itt ülők számára nem csak Besenyei írói kultusza fontos, hanem a drámája, az Ágis tragédiája, más művei, valamint a felvilágosodás hagyományos kezdőpontjának is kiemelt helye van az identitásban, az manapság egészen kiemelkedő. Az író szülőházánál tartott koszorúzáson Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta, nem csak a Tisza Berceliek büszkék Besenyei Györgyre, hiszen a megyeháza nagy termét és a nyíregyházi kulturális negyed parkját is Besenyei Györgyről nevezték el, emellett a város három emlékművet is emelt tiszteletére, sőt korábban a város főiskolája is az író nevét viselte.